Hárs László, levél az erdőből. Az erdőből egy levelet hozott a pósta reggel, egy száraz töltyfa levelet, néhány sor zöld szöveggel. Az állt rajta, hogy eljött az ősz, a nyári időnek vége, most már néma térre vár az erdő és vidéke. A mackó barlangjába bújt, elköltöztek a fecskék. A tisztásoknak zöld füvét lerágták mind a kecskék. Nem hegedül a zenekar, nagy most a tücskök gondja, és úgy divatú kalapot nem visel már a gomba. Szétosztotta a körtefa a fanyarvackort régen. Nincs levél a bokrokon, és pittypang sincs a réten. Minden lakó elrejtezett, üres az erdő, árva, s a legszélső fán egy tábláló. Téli szünet van, zárva. Vajon mi végre kaptuk a teremtőtől a művészetet? Elgondolkodtak már ezen? Hiszem és vallom elsősorban azért, hogy meghatározó része legyen életünknek, hogy frissebbé, tisztábbá tegye a szürke és piszkos hétköznapokat, hogy varázserejével talpra állítsa és segítse az embert abban, hogy igazán ember legyen az embertelenségben, boldog az esetleges boldogtalanságban is. Mivel nem vagyok hivatásos műtész, a művek naív befogadójaként csak őszinte csodálatomat tudom kifejezni a kiállított alkotások láttán. Így történt ez ma is, amikor a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület 2018 évi nagymarosi őszi tárlatának műveit végignéztem, megszemléltem. Biztos vagyok abban, hogy önök is lelkesen és érdeklődve tekintik majd meg az alkotók műveit. Bizonyosan önök is észlelni fogják azt a szellemi, technikai, tematikus és méretbeli változatosságot, ami áthatja ezt a tárlatot. Legyen ez üzenet az önök és mindannyiunk számára. A világ sokszínű, ugyanazt nem lehet kétszer ugyanúgy meglátni, ugyanarra a felvetésre nem lehet kétszer ugyanolyan választ adni, hiszen ha minden más változatlan is lenne, az emberi lélek, a teremtésnek ez a csodája, az egyes életek során is percről percre változik, és mindannyiunk életében más és más. Bízom benne, hogy sok alkotást tüzetesebben megszemlélve bekövetkezik majd a csoda, amely csak az ember adománya. A művész lelkének sugárzása utat talál az önök lelkéhez. Ez az összekapcsolódás a művészek és a művészet alapvető célja. Hiszem, hogy ezzel a kiállítással a kiállító művészek is ezt szeretnék elérni. Akinek itt alkotásait láthatjuk, mindannyian szépmívesek, kezük munkája által mívelik a szépet, azzal a titkos erővel, bájitallal bírnak, amelynek sokan híján vagyunk, amelyre mindannyian ki vagyunk szomjazva, különösen ebben a zaklatott korban, amelyben ma élünk.